Mintha most is látnám széles vállát, kurta nyakát, nagy bozondott szemöldökét, élet szemét, kemény arcát. Lelkem, miként az ősi erdő, melyben nem járt ember lába, csodálatos ősvilág volt, babonák, mesék világa. Mező volt az iskolája, természet a mestere, könyve a nagy csillagos ég, aranyos betűkkel bele. Ott ültem a lábainál, mesét mondott, azt hallgattam. Egy-egy húszát felém dobott, amiből én tornyot raktam. Nőtt a toronyos húszárból keresztbe tett boronásam, és ahogy nőtt, büszkeségem kezdett szemtélni a házban. Már a mesét sem hallgattam. Építettem kávont lábban, már a ház volt a toronyban, és nem a torony a házban. Apó figyelt. Munkák közben nézte, hogy rakom a tornyot, majd egy csúszár felén dobott, és a tornyom összeadott. Csúszatornyom omladékán megszeretett dühös lettem, meg akartam ölni apót, de csak lassan sírni kezdtem. Büszkeségem ott hevert a csúszár alatt összetörve. Megdermettem, vártam, hogy most bár a világ összedőlne. Nagyapám az ölébe vett, megcsókolt a homlokomat. Hadd el, ne sírj kis unokám, ne bánt a tűzatornyodat. Terhetetlen vágyaiból építenél nagyobbat is. És a sors egy leintése így ledönti azokat is. Mint apó. Építéssel telik el az egész élet, de hogy a tornyod betetőd, a soha ellenére. Nem, mert bár az ég így érjen, vágyaim még feljebb hárnak. S te kötlen tornyokról hullunk alá a ford halálnak. Látod, a csúszák megvannak, újra lehet mennünk rakni. Amit nem kezdhetsz el újra, csak azt szabad megsiratni. A tűzön ennyes fák sírt, az Esztergány jéggyaplóhoz. Apó mesélt, én hallgattam, s újra felraktam a tornyot. Kedves vendégeinket mai délutánon. Első műsorszámként hallották iskolánk énekkarát, itt az egy alkalomra szervezett iskolafesztivál dolgozták elő, és Albert Zsolt verseit, verszavazatát hallották. Nagy szeretettel köszöntöm Önöket és minden kedves vendégünket. Mi már harmadik alkalommal rendezünk meg itt iskolánkban május végén, június elején az iskolafesztivál programjait. Ezeken a programokon együtt ünnepelünk, versenyzünk és játszunk a környező iskolákkal, az érdeklődőkkel, és nagy szeretettel fogadunk mindenkit, aki részt vesz a különböző programjainkon. Meghívjuk a környező iskolák tanulóit is,
és a mai napon is ezt tettük. Felkérem a fesztivál megnyitására vendégünket, Kajzer Márk Alexandrát, a Veszprém megyei Pedagógiai Intézet és szakszolgálat igazgatóját, hogy nyissa meg a rendezvényt. Kedves gyerekek, kollégák, tisztelt vendégek, köszönöm a meghívást, ezzel kezdeni megtiszteltetés minden pedagógus számára, és magamat is közénk sorolom, amikor egy olyan rendezvénynek a részesei lehetünk, amikor egy iskola, egy tanév végén, mint a régiek, egy közös értesítőben a világ elé, és leginkább azok elé, akik legközvetlenül érintettek az ő munkájukban, a szülőknek, tanáraiknak, annak a szűkebb környezetben, ahol a diákok élnek, megmutatják, mi az, ami ebben az esztendőben történt, mik azok a legszebb dolgok, legértékesebbek, amelyekkel gyarapodtunk, amelyekkel többen lettünk, és hiszem azt, hogy nem csak a diákok lesznek ezáltal, az alkotások által többek, hanem szüleik is, hozzátartozói, és mindazok, akik ennek a településnek az itt élői, ismerői, szeretői. Én azt vallom, amit József Attila is vallott egy nagyon szép versében. Hiába moshatod arcodat, csak másban fürödheted meg önmagad. Csak másban láthatod meg önmagad. Más igazolhat téged vissza. És nagyon jó egy ilyen fesztivál erre a visszaigazolásra. Azon kívül még egy gondolatot engedjenek meg. Azt hiszem, hogy az iskola egy rendkívül fontos intézmény minden településen, minden helyen. De az intézménynél mi fontosabb az, amit az iskola sugalmaz, amit az iskola adni tud építeni testben, szellemben és lélekben a hozzá és odajáró diákok számára. Én úgy gondolom, hogy Mándéri nevét viselő iskola föl tudja vállalni azt az örökséget, amit a névadó munkássága sugal, keresni, kutatni az újat, és kiállni a vélemény, az elképzelés, a megélt, bizonyított igazság mellett. Én azt kívánom, hogy az idejáró diákok ezzel a szellemiséggel gyarapodva hagyják el majd az iskolák falait. És sok-sok ilyen szép kiállításban, fesztiválban, közös értesítővel tudják meglepni mindazokat, akik az ő gyarapodásukhoz hozzátartoznak. Hiszen ismerjük azt az angol mondást, hogy az angol rét nem attól értékes, hogy 300 éves, hanem attól, hogy 300 éve írják. Ilyen a magyar iskola is, és ilyen az a tevékenység, amit ebben az iskolában is végeznek évről évre rendszeresen, hogy még szebb és még zöldebb legyen az a rét, amelyen a magyar gyerekek, a magyar diákok felnőve tovább itt élhetnek. E gondolatok jegyében nagy tisztelettel az alkotók, a diákok iránt, a szervezők, a pedagógusok iránt és az őket támogató szülők önkormányzat iránti tisztelettel megnyitom a harmadik Vándéri napokat és az iskola fesztivált. Köszönöm a meghallgatást! Igazgatónő megnyitóját, meleg szavait, és kellemes kötelességem teszek akkor eleget, amikor az iskola fesztivál keretében, de már május 24-én megrendezett szavalóverseny eredményeit ismertetném. Itt iskolánkban a Vándéri szavalóverseny, mint mondottam, május 24-én került megrendezésre, és a 3.-4. osztályos korcsoportban harmadik helyezést ért el Tamás Bálint és
Tomás Bálint Olaszfaluból, és Vanász Vanessa Nagyeszterkáról, második helyezést ért el György Szilvia Cseténből, és első helyezést ért el Kis Júlia Lilla Olaszfaluból. Az ötödik... Az ötödik, hatodik osztályos korcsoportban harmadik helyezést ért el Szavai Balázs Nagyeszterkáról és Papp Kinga Cseténből, Tukora Vivien Nagyesztergáról, Strammer Bettina Dircről lett második, és első helyezést ért el Kocsor Dániel Nagyesztergáról. A 7.-8. osztályos korcsoportban harmadik helyezést ért el megosztva Mári József Olaszfaluból és Ráfai Dalma Cseténből. Második helyezést ért el Stranzler Melinda Nagyesztergáról és Fellembert Ádám Nagyesztergáról, első helyezést érte Albert Zsolt Cseténből. És most következik a itt látható kiállítás díjainak a átadása. A díj átadása, megkérem, hogy legyenek a segítségemre Kovács Lajos intézményvezető úr és kedves kollégáim. Át is adom a szót Valer. Szeretettel köszöntök minden résztvevőt, és elmondanám, hogy röpülyeken keresem hazám azonos pályázatra 285 alkotás érkezett. 8 településről, Zilc, Tudal, Nagyesztergár, Bolzavár, Korva, Jász, Szápár, Csetén és Olaszfal településekről. Szűcs István szaktanácsadó, Boltos Júli elnöke, illetve Földesi Barnabás, Lézi kollega volt a zsűri tagja, ők hozták meg a döntésüket. Két kiállítást pedig most itt az iskolába, az egyik ez a mostani, a másik pedig lenne a kettes terembe a Harmónia iskolának a két osztálya, ami itt helyben Csetényben működik. És akkor... Ismertetném az eredményeket. Óvodások kategóriájában a Dirci óvoda tarolt, hisz mind a 6 helyezést Dircről érték el. Sorolnám, 6. lett Wirt Bence Dircről. 5. Tehel Éli Dircről. 4. Farkas Esztilla. 3. Detre Csanád. 2. Süveges Dominika. És 1. Fischlihan Attila. Mivel nem jelentek meg, hogy legalábbis parancsoljon. Gyere! Ő az Esztilla, aki első helyezést ért el. Nagy Esztergáról.
A harmadik, negyedik osztályosok közül ötödik helyezést ért el Hubert Nikolai Budarról. Negyedik helyezést ért el Makó Zita Szápáról. Harmadik helyezést ért el Simon Benyámin Budarról. Második lett Hegyi Dávid Budarról. És első helyezést ért el Juhász Karina Cseténytől. Külön díjat kapott Hegyi Erika Dudarról. Ötödik, hatodik osztályosok között negyedik helyzést ért el Kis László Csepényből. Kis László Dudarról, Hege Diána Csepényből, Rottenbücker Tamás Dudarról, és első lett Pap Kinga Csepényből. Az első hat helyezettnek adnánk itt jutalmat,
és hétfőn pedig minden résztvevő kisdiák megkapja az emléklapot elküldi postán. Úgyhogy megkérem Földesi László egységvezetőt, hogy adja át a díjakat. Köszönöm. Tehát az integrált verseny betélkedő 6. helyzés zenekje lett Kis Júlia Lilla olaszfagból. Ötödik helyzést ért el Gáspár Barnabás Nagy-Esztergáról. Negyedik helyzést ért el Jakab Evelin Nagy-Esztergáról. Iskolai gálára. További jó szórakozást és jó pihenést kívánok!